Több mint 2,5 milliárd lejt fordít idén a kormány az első ház programra. A kabinet szigorította a szabályokon is, annak érdekében, hogy főként az új építésű ingatlanokra adjanak hitelt a bankok. Jelentős pénzösszeget szán idén a kormány az első ház program garancia alapjára. Erről a hétfői kormányülésen számolt be a pénzügyminiszter. Az első ház program 2017-es évi keretét 2,5 milliárd lejben állapítottuk meg. A 2016-os évi 97-es számú kormányrendelet úgy módosítja a törvényt, hogy csökkenti a bürokráciát és az új lakások vásárlását részesíti előnyben. A 2,5 milliárd lejhez hozzáadódik az előző évi keretből fennmaradt 175,5 millió lej is, tette hozzá. A program módosított szabályzata szerint az állam ezentúl csak az 5 évnél nem régebbi ingatlanok esetében garantálja a hitelértékének az 50%-át, az 5 évnél régebbi lakások esetében pedig 40%-ra vállal garanciát. Az első ház program 2009-ben indult az ingatlanpiac fellendítése végett. Az előző években a legtöbb ingatlan hitelt az első ház program keretében adták a pénzintézetek, mondja Diósi László. A rendkívül alacsony önrész az mindenképpen vonzó, és a fix kamatok is, amik a program keretében vannak. Azért számítani kell arra, hogy a következő években majd az alacsony önrész az megmarad, mint előny, de hogyha az infláció és az alapkamat visszatér pozitív stádiumba és elkezdenek növekedni akár csak néhány százalékponttal, akkor számíthatunk arra, hogy a hitelek is drágulni fognak majd. Az elmúlt 8 évben mintegy 34 milliárd lejnyi hitelt adtak a pénzintézetek azoknak, akik az első ház program keretében vásároltak ingatlant.